Miért jó, ha sertéshúst fogyasztunk? A többi között erről fogunk beszélgetni Gici Gergellyel, az Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettesével. Köszöntöm szeretettel itt a palettában. Ugye az elmúlt időszakban azért elterjedt az, hogy a soványhúsok egészségesebbek, ugye nagyon sok diétában látjuk, holott ugyanakkor a sertéshúsnak vagy a vöröshúsoknak is vannak olyan előnyei, amelyekről megfeledkezünk. Ennek kapcsán indított most egy kampányt az Agrármarketing Centrum. Mire helyezik a hangsúlyt? Ez így van, a sertéshús fogyasztás pozitív hatásainak a kiemelésére fordítjuk a hangsúlyt ebben a kampányban elsősorban, hiszen ahogyan is mondta, sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy bizony ezekben az úgynevezett vörös húsokban is rengeteg olyan ásványanyag, vitamin található meg, amelyekre a szervezetünknek abszolút szüksége van. Hogy a sertéshúsnál maradjunk, ugye itt a B-vitaminokat ki kell emelnünk, tehát a B1, B2, B6, B12 vitaminokból is szép számmal tartalmaz a sertéshús, vagy például, hogy ne menjünk messzebb az ásványanyagok közül, például a vas, vagy a cink, vagy a kálium, kálcium, de elsősorban a vas tartalma az, ami igen jelentős a szervezetünkre, és ami ezen kívül még kiemelendő, hogy a sertéshús olyan eszenciális aminosavakat és zsírsavakat tartalmaz, amelyeket a szervezetünk önállóan nem állít elő, tehát muszáj ezt a táplálkozásunk által bevinnünk. Mit mutatnak egyébként a számok, a lakosság az elmúlt időszakban, mondjuk egy pár évet veszünk, akkor emelkedett, csökkent, nőtt vagy stagnál a sertéshús fogyasztás? Hát 2013 óta folytatjuk minden évben a sertéshús fogyasztást, illetve a sertéshús készítményeinek fogyasztását ösztönző kampányunkat, tehát most már zsinórban 8. éve, és ez alatt az időszak alatt mintegy 6-7 kg-mal sikerült emelni a fogyasztást, ami egy főre vetítve most már 30 kg per fő per éves szintet is eléri, természetesen a készítményekkel együtt értjük ezt. Ez egyébként sok vagy kevés, hogyha most a környező országokat nézzük? Hát Magyarország egy tradicionálisan sertéshúsfogyasztó ország, tehát mondjuk a tengerparti országokhoz képest azért több. Természetesen ott mondjuk több halat fogyasztanak, nálunk azért a tradíció még mindig a sertéshús felé orientálja a fogyasztókat. Ilyen tekintetben nem tántorodott el a sertéshúsfogyasztástól a lakosság. Sőt. Viszont ugye az elmúlt időszakban, meg hát még most is sajnos jelen van a sertéspest is, főként a vaddisznó állományban. Ez mennyire befolyásolja például az importot a sertéshús? Szerencsére csak a vaddisznó állományban, ezt azért szögezzük le és emeljük is ki, hiszen a kampányunknak is egy fontos eleme az, hogy hangsúlyozzuk, hogy a magyar sertéshús biztonságos, biztonsággal fogyasztható, házi sertésállományban nincsen ilyen a ASP vírusa, viszont azért azt meg kell említenünk, hogy az ASP, ami most már egy 2,5 éve itt van Magyarországon is, a vaddisznó állományban, ez azért jelentősen megkavarja időnként a világpiaci, így az európai és a magyar piacot is. Ez így történik éppen most is, hiszen a legújabb aktualitása ennek a piacnak az az, hogy Németországban is kimutatták vaddisznó állományban az ASP-t, ami eddig még nem volt ott. Ennek következtében a Németországból Kínába, Távol-Keletre irányuló export egyik napról a másikra leállt, tehát rögtön egy európai kínálati piacról tudunk beszélni október óta, ami aztán néhány hét alatt be is döntötte a felvásárlási árakat. Megfigyelhetjük, hogy több mint 30 centtel, eurocenttel csökken néhány hét alatt az élősertés felvásárlási ára, ami majd aztán nyilván be fog szivárogni a tőkehús, illetve a készítmények árába is, tehát egy jelentős árcsökkenésre lehet készülni. Pont annak a folyamatnak az ellentéte zajlik tehát, mint ami egy másfél évvel ezelőtt a jelentős áremelkedéshez vezetett a piacon. De ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye a vaddisznó állományban van jelen a sertéspestésház. Egy házi sertés nem nagyon találkozik egy vaddisznóval úgy normál körülmények között. Szerencsére nem. Azt is el tudjuk mondani, hogy Magyarországon rendkívül biztonságos és szigorú intézkedésekkel védett a házi sertés tartás. Azonban vannak olyan vírusvektorok, amelyekre figyelnünk kell, tehát emberi hiba következtében sajnos bekerülhetne. Viszont így, hogy ilyen szigorú intézkedések vannak, így szerencsére eddig sikerült elkerülnünk, hogy a házi sertésállományban is megjelenjen ez a vírus. Ugye közeledik a karácsony, gyakorlatilag ebben az időszakban azért főként a pulyka szokott fogyni, de hát az önök kampányának egy jelentős része az, hogy adott esetben akár a sertéshús is oda kerüljön a karácsonyi asztalra. Hogyan próbálják ezt elérni? Hát igen, főleg Amerikában a pulyka, ugye Magyarországon talán inkább a hal, a sertés, illetve egyéb más fogások. Mi kifejezetten búzdítjuk a fogyasztókat arra, hogy keressék az új ötleteket, keressék az új recepteket, keressék az új konyhatechnológiát, hiszen egy megfelelően elkészített sertéshús
egy változatos, kellően egészséges életmódba beillesztve nagyon jól szolgálja a szervezetünk táplálását. Nálunk például a véres hurka elmaradhatatlan, nem tudom ki, hogy van vele, mindenki mást fogyaszt karácsonykor, de a töltött káposztában is például ugye a darálcsertéshús az, ami az egyik legjobb alapanyag. Nálunk a véres hurka az, ami elmaradhatatlan karácsonykor. Ugye a tartók szempontjából, vagyis hát a gazdák szempontjából nem jó, de a fogyasztók szempontjából jó, hogy akkor csökkenni fog az ára, ez mikor realizálódik? Hát ezt nem lehet pontosan megmondani. Jelen pillanatban egy néhány hetes tapasztalattal rendelkezünk csak arról, hogy a piac hogy fordul. Jelen pillanatban jelentős áresés van az élősertés felvásárlási áramban, ami azt gondolom, hogy egy-két héten, hónapon belül biztosan mind a tőkehúsban, mind a készítmények terén is meg fog jelenni. És éppen ezért nagyon fontos, hogy biztassuk és bátorítsuk a magyar fogyasztókat arra, hogy bátran fogyasszák a magyar sertéshúst, mert egészséges, illetve közvetett módon hatást tudunk gyakorolni erre a piacra, hiszen azáltal, hogyha sertéshúst vásárolunk, akkor az ágazatban létrejött munkahelyeket meg tudjuk védeni, illetve a gazdaság élénkítő szerepe is tud lenni ennek a fogyasztásnak természetesen. De akkor kettős cél és akadály sincs előtte. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és beszámolt erről.